Október 30-án a Gödöllő Táncszínház Évszakok című előadásának bemutatójával ért vége az első Gödöllősz Fesztivál. A Művészetek Háza Színház termében megrendezett műsor előtt dr. Gémesi György mondta el gondolatait a város kulturális életéről, és bejelentette, hogy a 2016-os tematikus év a város 50. évfordulója köré szerveződik majd. Ami lokálpatrióta és helyi értékét adta ennek a 2 hónapnak az az, hogy nagyon sok helyi kulturális műhely csoport mutatkozott be, bemutatóval, darabbal, zenével, és most, mint látjuk, egy tánccal, a Táncszínház előadásával. És azért nagyon fontos ez, mert amikor az egész Gödöllőszről beszéltünk, és az őszi fesztiválról, akkor az volt az alapgondolat, hogy a gödöllői kulturális műhelyek produkciójának adjunk lehetőséget, még nagyobbat, és az legyen ennek a rendezvények a fókuszában, hiszen nagyon színes és gazdag kulturális élet van Gödöllőn. A polgármester köszöntötte a Táncszínház két vezetőjét, Kézér Gabriella és Vajda Gyöngyvér koreográfusokat. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megköszönjem a munkájukat, és most egy nagyon izgalmas bejelentést tegyek, hiszen Gyöngyvérrel is konzultáltam a mai előadás előtt, és azt mondta, hogy van egy meghívásunk Amerikába, Texasba, majd Houstonba. Úgyhogy ez is azt jelenti, hogy ez a műhely is, és a sok-sok más kulturális érték is, nem csak Gödöllő, nem csak Gödöllő határain kívül, nem csak az országban, hanem a nemzetközi porondon is megmérettetik. A köszöntők után a nézők két felvonásban láthatták az Évszakok című előadást, mely nagy sikert aratott, mint eddig a Táncszínház minden teltházas bemutatója.